ez a nyár, ez meglehetősen aktív volt. Igaz, hogy a múltam kapcsán volt aktív. De hát az is te vagy. De hát arra én büszke vagyok, tehát ez semmi gond nincsen. Egy magyar popstár, akit mind a mai napig a Trabantjáért ünnepelnek. Az Exotic együttes egykori frontembere egyedi orgánumával és a fülbemászó slágerekkel hamar a csúcsra ért. A zenekari szétválást követően szólóban is sikeres tudott maradni, de néhány éve keveset hallott magáról. Ugye, nincs baj, baby, és továbbra is buli van. Ezekre válaszol a Benzene Show vendége, Sipos F. Tamás.
ezt a dalt, ami most lement, a Trabanttal szállni élvezet, ezt nem fogod tudni levetkőzni soha, Tamás. Nem biztos, hogy akarom. Persze, de nagyon, ha már te megvan. Hát akkor nem vitatkozom. Megtörtént. Megtörtént, kész, meglett a gyerek. Ja. Hát nagyon örülök, hogy itt vagy. Szintén. Örülök, hogy itt vagy. Most épp arról beszélgettünk, mikor lecsütjentük itt, hogy mindig csak itt találkozunk. Azok a srácok, akik esetleg nem tudják, hogy neked milyen zenei múltad van, foglaljuk össze Siposáv Tamást a kezdetektől egy kicsit csak. Egy blokkban, 3 percet van rá. Lényegében az ismert paramétereket azért viszonylag lehetne elcsetelni, tehát végülis 86-tól, amikor is. Mert hogy volt egy olyan előéletem zeneileg, amikor sok zenekarom volt, de egyik sem rúgott labdába igazából, tehát végülis 5 darab úgymond amatőr zenekarom volt. Mire eljutottam, ez mondjuk 81-től, mire eljutottam 86-ban az Exotikig, teljes véletlenség folytán, nem is annyira volt véletlen, egy aktuális ilyen tehetségkutató fesztiválon botlottunk egymásba, de én akkor szerepeltem egyébként egy előző zenekarommal, és tulajdonképpen már a budapesti döntőn átigazoltunk a dobosa az Exotikba is, és aztán, mint hogy a saját zenekarunk csak 3. lett, és a budapesti döntőről az országosba csak 2 jutott tovább, az Exotik meg tovább jutott, tehát így aztán logikus volt a lépés, hogy döntöttük a régi zenekart, és átigazoltunk véglegesen az Exotikba, és aztán az lett a vége, hogy 86-ban, augusztusban meg is nyertük ezt az Aorta nevezetű tehetségkutató fesztivált. És akkor tulajdonképpen 6 eredményes év volt, egészen sűrű, és aztán 93-tól lettem szólista végül, és tehát tulajdonképpen a nagyon aktív periódusom az lényegében ennyi, de hát tulajdonképpen azt is el lehet mondani, hogy tart még, tehát akár Exotik szinten, mert hogy összeálltunk 2004-től, tehát elméletileg létezik a zenekar, az mondjuk egy más kérdés, hogy túlzottan aktívak nem vagyunk, úgyhogy én inkább ilyen egyedüli emberke vagyok, és járom így az országot, meg aztán van egy új fajta kezdeményezésem, hát ami már szintén évekkel ezelőttre tendál vissza, amikor is a hobbi zenélést, mint olyat helyeztem elétére, és akkor alapítottam egy olyan zenekart, amivel kedvtelésből nyüstöljük. Ide vissza fogunk térni. Ja. Itt most úgy tudom, hogy énekelsz nekünk egy keveset, mégpedig, ha jól tudom, akkor az optimista dallal fogod kezdeni. Mesélj erről a dalról nekünk. Hát ez nagyon optimista ez a dal. és aktuális optimista? Hogy egyébként mindenki erről ítélnek, tehát igazából aki mondjuk végignézi egy műsoromat aktuálisan, az azt gondolja, hogy micsoda tiszta, csupa mosoly fickó ez a Siposáv Tamás, és ha vidámság kell, akkor rágondolunk. Hát persze, de hát mint mindenkinek, nekem is van azért egy másik oldalam is, és egy-két olyan dalt is el fogok itt énekelni, ami mondjuk nem csupán a felhőtlen jó kedvről szól, hanem egy picit talán elgondolkodtatóbb is akár, de hát az optimista dal az viszont egyértelműen pozitív, és... Akkor legyen ez most, jó, kérem, hogy így kezdjünk. Jó. Téged,
cipá. Kék az ég és zöld a fű, nekem nagyszerű, hogy élek. Úgy szeretlek téged, mint te még sohasem. Kevés a konfliktus helyzet az életemben. Ha valaki hülye, hát hagyom, hogy megkebedjen a hitemet. A hitemet önmagamban, egyedül én, csak én tartom a markomban. Tudom, hogy rád hatással vannak e szavak, és tudom, vagyunk egy páran, akik ugyanígy gondolkodnak szívemben. Még több derű keletkezik, mert hey! Ég az ég és zöld a fű, nekem nagyszerű a élet. Úgy szeretlek téged, mint te még sohasem. Kell egy olyan zenekar mindig egy zenésznek, akivel hobbiból zenél. Róluk mesélj egy kicsit. Gondolom a nehéz időszakod, ha van ilyen, a nehéz időszakodat azért ők segítik. Hogyne. Én úgy fogalmaznék, hogy volt egy egészen érdekes időszakom 2000-től 2004-ig, mikor úgy meglehetősen inaktív voltam. És nem is nagyon kerestek, de az is biztos, hogy nem is nagyon mentem a dolgok után. Hogy akkor mi volt egyébként? Mi csináltál, ha nem vagyok indiszkét és nem vagyok túl bulváros? Hát akkor vállalkozósdit játszottam. Uh-huh. Használva az ismerségedet, olyasmit? Nem. Nem. Nem, mondhatni egyáltalán nem. Uh-huh. Én eléggé, hogy is mondjam neked, ilyen visszahúzódó, magamnak való típus vagyok egyébként. Tehát ez némiképp ellent mond mondjuk akár az optimista dalban megfogalmazott gondolatvilágnak. Tehát nem biztos, hogy az ember teljes mértékben olyan, mint amit a dalai sugároznak, de kétségtelen, hogy mint mindenki, én is hangulatember vagyok, talán egy kicsit jobban, mint mások, de nálam ez percről percre változik. Tehát, hogyha éppen rosszkor hívsz föl, akkor tudok akár egészen negatív is lenni. De nekem perc, így nem sikerült még ez. De öt perc múlva már kedélyes vagyok és barátságos. Hol is tartottunk? Hát ugye a 2000-től 2004-ig kérdeztem rá, hogy a igen, hogy a mély igen, pont alatt... Igen, tehát egy meglehetősen inaktív perióduson voltam túl, és akkor 2004-ben egyrészt azzal, hogy összeállt az Exotic, sikerült ebből a kizökkenni. Semmittevésből úgymond, tehát legalábbis szakmai semmittevésből kizökkenni. És akkor a másik alapvető gondolat pedig, hogy baráti alapon olyan emberekkel, akiket szeretek. Uh-huh. Csináljunk egy olyan zenekart, minden kötelezettség nélkül és minden egyéb irányú terv nélkül, tehát nem akarunk se pénzt keresni vele, se lemezt csinálni, és a többi, hanem mi lenne, ha olyan dalokból állítanák azt egy repertoárt,
amin mondjuk nevelkedtünk mi hasonló életkorú fickók. Tehát a 30 évesek. Akkor, és akkor úgy döntöttünk, hogy tulajdonképpen 80-as évek rockzenéje, leginkább Billy Idol szerzeményei. Tehát a hangodnak megfelelő. Műsoron. Igen, igen, igen. Egyrészt azért, mert nagyon szeretjük, másrészt pedig azért, mert semmiképpen nem szerettünk volna olyan rocknótákhoz nyúlni, amiket mindenki játszik. Tehát picit azért speciálisabb. És hát azt vettük, ez egy például Billy Idol-t nem igazán játszik senki, hogy miért, ezt nem nagyon tudom. Igen. De tény, és akkor bevonzottunk még egy rakás olyan nótát, ami rokon értelmű ezzel a világgal, de semmiképpen nem elcsépelt és sablonos. Akasszuk ki szerintem a nézőket egy kicsit itt a szürke, sötét, saras, havas télben, egy vidám dallal. Ami? Csak nem, napfény és tündöklés, ilyesmi. A buli van? A buli van, a szavastrand és a többi. Hú, de messze van, nézzük. Ja. Hogy kirúgott reggel az ágy, felizzott bennem a régi vágy. Kéne egy buli, egy olyan óriás, amilyet nem csinált meg senki más. Hát vettem a telefont és társáztam, az összes haveromat felhívtam. Igazán bírták a srácok az ötletet, s mondták a további címekes neveket. Fantasztikus, hogy terjed a hír, nem kellett ábra, sem levélpapír. Télben ott állt a bérház előtt, néhány autó, hogy negyven öt. Elindult a nagy kocsi karaván, a vagárt a cél, azt mondtam lazán. Senki nem tudta becsapni magát, mindenki hozott fürdőruhát. Buli van a parton, a szavasztrandon, velünk együtt tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájra te is, ennyi neked is jár. Buli van a parton, a szavasztrandon, velünk együtt tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájra te is, ennyi neked is jár. Folyik a pia és ki tudja még, nincs kimélve az új vendég. Hűvös a sör, de nem úgy a lányok, apróska tangai, mit nem látok. Szabad a gazda, szabad a part, mindenki megkapta, amit akar. Rúgják a labdát, rúgják a port, micsoda hangulat, Guinness rekord. Buli van a parton, a szavasztrandon, velünk együtt tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Buli van a parton, a szavasztrandon, velünk együtt tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Yeah! Már is itt vagyunk a kedvenc fejezetemnél, amikor is kiderülhet, hogy a kedves közönség mennyire bír énekelni ma este. Van erre egy jól bevált játék, egy kérdés-felelt játék. Vegyük egy nagy levegőt és már is mehet, figyelj! Tombolán jár, buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Buli van a parton, a szabadstrandon, vegyünk együtt, tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Buli van a parton, a szabadstrandon, velünk együtt, tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Buli van a parton, a szabadstrandon, velünk együtt, tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, tovacsaszti! Velünk együtt tombolán jár. Buli a vízben és fenn a stíge, szájbe te is, ennyi neked is jár. Te is úgy látod biztosan, ha nem, akkor majd rábeszélek, hogyha egyszer valaki belekóstol a színpadba,
nagyon, mint amennyire te, akkor abból nincs menekvés. Tehát ember mindent kitalál, csak hogy működjön. Szörnyi csapda. Na, de ugye? Abszolút. Tehát csapda. Elvonási hogy tünetek. Hogyne, mert hülyeség lesz, vagy lenne azt mondani. Én azt hiszem, bárki nevében mondhatom ezt, aki ugye színpadon megfordult, hogy jó, vagy egészen kiváló periódusuk után nem jön egy kis áramszünet jellegű tétovaság, mert mit tudom én, ez vagy az nem sikerül, vagy a csillagzat nem úgy áll, ahogy az ember szeretné, és a többi, és a többi. Én azt hiszem, mindenkinek van, tehát tényleg kivételes tehetség kell lenni ahhoz, hogy az ember, mit tudom én, hosszú évtizedekig folyamatosan ott tudjon lenni. Úgyhogy ezekben a bizonyos periódusokban, mikor ugye a hullám hegy után egy picit jön a lanka delefelé, akkor az ember bizony, hát kegyetlenül tud szenvedni fizikailag, lelkileg, mindenféle szempontból, mert hiányzik neki maga a ténykedés, és maga az a siker, amiben mondjuk évekig fürdött, és ápolta a lelkét. És az ember hát mindent szeretne megtenni annak érdekében, hogy mikor jön már az a újbóli hullámhegy, ugyebár. Család ezt szeretné, vagy ellenzi? Vagy mire gondol? Hát, hogy jön a hullám. Tehát, hogy gyerünk megint bele az éjszakába. Hát a családom, nézd végül is, a család, én azt hiszem, hogy az első fokozatú elegy, aki konstatálja azt, hogy apánál valami nincs igazán rendben, mert most éppen valami nem működik, tehát hogyha valaki, akkor a család várja igazán, mert ők tudják, hogy az ember lelkének mit tesz igazán jót. Egy gyerek van? Egy. Egy gyerek igen, van. Igen. Ő hány éves? 17 éves Dániel fiam. Megfertőzted? Meg egyébként, de nem a szószoros értelmében, tehát ugyan kacsingat a zenei műfaj felé, de nem igazán, mint színpadi ember, hanem mint DJ szeretne ő érve. Bár manapság a DJ is akár színpadi ember lehet, bár nekem furcsa, amikor mondjuk egy DJ ismerősöm azt mondja, hogy megy fellépni. Tényleg így vagy ő játszik, tehát azért tényleg, ez most, egy hogy kicsit mondod, így... Ez egy kicsit szerintem érdekes, mert nem biztos, hogy ő játszik, hanem felrakja a nótát. Igen, amit ugye leegyszerűsítve, de ugyanakkor elismerem ezt a faktort is. Főleg, hogy látom, hogy a fiam hogyan kezd beleivódni ebbe a tényezőbe. Megy fellépni. Megy fellépni. Többet fog keresni, mint te. Egyébként lehet, de akkor itt hozzá kell tennem azt is, hogy független attól, hogy mindig is volt egy kis ellenérzésem a DJ dologgal, mint műfajjal kapcsolatosan. Igen, el kell, hogy ismerjem. Tehát mióta ő csinálja, azóta egy picit jobban, nagyobb a rálátásom, és azért nekik is kell kőkeményen valamihez érteni, hangulatot fabrikálni. Tehát nagyon jó kis ráérző képesség kell az ő részükről ahhoz, hogy a bulik fennakadás nélkül zajoljanak. Így van. És végül is azt hiszem, hogy ehhez nagy tehetség kell. Meg egy ismert apuka. Nem. Jó, tudom. Ugyan már hagyjuk ezt. Volt. Mi következik? Mit fogsz énekelni? Nincs magyarázat című dalt. Akkor hát nincs. Ez egy kicsit. Mi ez? Komolyabb. Hangvételű. Igen. Szól az élet, ő, aki mindig arra gondol, nincs is mitől féljek. Egy szép napon mély álomba merült, s jöttek a tarka képek. A trópusokon, havas hegycsúcsokon, így szólt a történet. Nincs magyarázat, arra gondolt, szerencse forgandó, vakon bízik ez az ember, majd beüt az ötös lottó. Egy szép napon így az utcára került, ha gyárat bezárták, ha hajnalodik vagy esteledik, összehúzzak a bátyát. Csak
és nézd, milyen érző szemekkel. Ellazulva fáradtan sodródik a tömeggel. Nem szól, nem hall, és nem háborodik el. Megmagyarázza önmagának egy jó pofa viccel. Magyarázza önmagának egy jó pofa viccel.